A nyár egyik veszélyforrását a szabad vizek és a strandok jelentik. A meggondolatlanság, az alapvető szabályok figyelmen kívül hagyása minden évben követel áldozatokat. Idén június elején már két fiatal fulladt a Balatonba. Míg a magyar tengernél évről évre rengeteg a baleset, a statisztikák szerint térségünkben egyre kevesebb. Legutóbb 2005-ben volt halálos kimenetelű eset, akkor egy idős, alkoholos befolyásoltságú férfi fulladt bele a bújtosítóba, ahol egyébként tilos a fürdőzés. A bújtosító az egyben horgásztó is, ami ugye magával hozza az, hogy itt beszakadt damilok lehetnek, horgászdamil, amiben bele lehet akadni. Ezen kívül, ami nem látszik a vízben, ezek a zsombékok. Tehát pontosabban a vízben, illetve a víz alatt sem látszanak a zsombékok. Ezek a gyakorlatilag nátorzsa, ami szépen felnövekedett valamikor a mederfenékről. Aztán most nem lehet belőle látni semmit, mert időközben elpusztultak, de azért ezek között például jelentős mennyiségű damil van beszorulva, ahová bele tud akarni az embernek a lába. Illetve hát ugye itt is az, hogy ez nem egy vizsgált terület, ami úszómester kijelöli, és vízimentő felügyelete alatt áll. Tehát ezek a vizek azért veszélyesek, mert nem lehet tudni, hogy milyen mély, hogy milyen akadó van benne, hogy milyen esetleges bedobált tárgy van, ami veszélyt jelent a fürdőzőre. A búvárok a Sóstói tóban találtak már több tíz éve elsüllyedt csónakot, kukát és kerékpárt is. Az állóvizek mellett népszerű illegális fürdőző helyek a kisebb-nagyobb folyók is, például a Tisza. Itt viszont nem csak a sodrás jelenthet veszélyt. A gyönyörű Tiszánk itt van, és nagyon sokan mennek le, csak csobbannak egyet a vízbe. Ez szokott balesetet okozni, hiszen a Tiszának van egy jellegzetessége is, ezek a homokpadok, és ezeken a homokpadokon nagyon kellemes fürdőzni, csak hát ennek a homokpadnak is egyszer vége van, ami nem látható a víz alatt, és onnantól kezdve ez a 30-80 cm-es víz egyszer csak 3 méteres mélységé változik. Balesetet nem csak a határok feszegetése és az alkoholos befolyásoltság okozhat, hanem akár egy rosszul lét is. Ezért is szokták azt tanácsolni a szakemberek, hogy felhevült testtel soha ne menjen senki vízbe. Ha mégis megtörténik a baj, első lépés a segítségkérés, több szemnek kell figyelnie a bajban lévőt, így eltűnés esetén pontosabban be lehet azonosítani az eltűnés pontját. Segítség! Segítség! Laikusként is lehet segíteni, stabil úszó tudással, higgadtan kell megközelíteni a fuldoklót, majd egy vízen fennmaradó tárgyat dobni felé, hogy pánik esetén azt ragadja meg. Amennyiben segédeszköz nélkül test a testtel kontakt alakul ki, sok esetben az egy bajba jutottból kettő lesz.